Urunk, áldunk és magasztalunk téged, dicsérünk és dicsőítünk téged, imádunk téged azért, mert te egyedül vagy méltó erre az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük azt, hogy eljöhettünk ide azért, hogy fogadhassuk a te áldásaidat, szeretnénk megalázkodni most előtted, és hiszem azt, hogy akkor te megáldasz minket, akkor felemelsz minket, akkor dicsőségben részesítesz minket. Tudjuk, hogy ez az egyetlen út a dicsőséghez, ha megalázkodunk előtted. Taníts minket ma délelőtt, kérünk erre, hogy így tudjunk előtted és mások előtt is, ha szükséges, alázatban élni, és mégis emelt fővel, örömmel, boldogan, tőled áldottan élni életünket. Kérünk, hogy így áld meg ezt a délelőtti alkalmat, ennek minden részét, a te neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljünk egy kezdő éneket, melynek száma a 362-es számú ének. Szép ének volt ez, szövege is dallama, és nekem még gyakorolnom kell, lehet, hogy másoknak is énekeljük gyakrabban ezt az éneket. Köszönteni szeretném a gyülekezetet, sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében, örömet, békességet kívánok erre a napra nekünk, és erre az Isten tiszteletre. Köszöntjük most különösen, ha szabad ilyen tenni ilyen sok embernél, Szomorné Szepcsik Évát, aki visszajött egy hosszabb időszak után, amikor távol volt, műtét és egyéb dolgok voltak.
ha itt leszel délután, és szeretnél, illetve tudom, hogy itt leszel délután, szívesen meghallgatunk egy rövid bizonyságot részedről. És itt el is mondom azt, hogy délutáni témánk, erre is készülhetünk szeretettel és örömmel, egy vereség utáni imádság, amikor valami történik az ember életében, Józsué alapján lesz majd az ige hirdetve, hogy hogyan imádkozik akkor Istennek az embere, nem biztos, hogy egy vereség volt Éva életében, de amikor valami olyan ér, ami nem feltétlen jó nekünk, hogy ezután ebből kijöve, hogy imádkozik az ember. Köszöntjük így Eszenyi Lajos testvérünket is újból közöttünk, túl estél már a dolgokon, gyorsan ment, múlt vasárnap még itt, most megint itt, úgyhogy örülünk neked, hogy minden jól ment, és egy ima meghallgató Istenünk van. Hirdetem a délutáni alkalmunkat, amint már mondottam, 17 órától újból közös istentiszteletünk lesz, csütörtökön 18 órától bibliaóra a közösségi házban. Jövő héten vasárnap újból 9 órától találkozhatunk csoportos imaórákban, majd 10 és 17 órától istentisztelet. Hirdetünk egy picit távolabbi alkalmat is, február 19-én, két hét múlva, Nyúl Zoltán testvérék érkeznek Bács-Kossuth-falvai gyülekezetből, ők fognak itt szolgálni délelőtt, délután, és közöttünk erre is készülhetünk örömmel és szeretettel. Két hirdetésem van még, február 11-én Korinap lesz, ehhez Szabó István testvért kérem röviden hozzászólni, illetve február 18-án egy házas délután lesz, ehhez Beke testvért kérem röviden hozzászólni. Ilyen sorrendben kérünk szeretettel. Köszönöm a testvéreket. Ott hagytam a léptetőt. Múlt vasárnap ezt a kiírást láttuk, ami örömteljes dolog. Most már volt ilyen korinapunk, és ezt hirdettük múlt vasárnap, egy pici változás lesz benne egyébként, mégpedig az, hogy a dátum meg fog változni benne. Mindjárt mondom, hogy mikor lesz, mert ugye ez egy izgalmas dolog. Ugye több ilyen alkalmunk volt már, ami ilyen felüdítő, jó kedvet, vidámságot hozó, és sokan szeretnek részt venni rajta. A korinap is ilyen volt a legutóbbi. Szeretnénk, ha ez is ilyen lenne, de elmondom, mi a célja ezeknek az alkalmaknak. Nem csupán az, hogy jól érezzük magunkat. Ez egy fontos dolog, de nem csupán ez a célja ezeknek az alkalmaknak, hanem az a célja, hogy akik eljövünk oda, még közelebbi barátságba kerülünk egymással. És ha jól érezzük magunkat, ez így szokott lenni, akkor a következő ilyen alkalomra egy-egy barátunkat is hívjuk el, aki nem szokott ide járni vasárnaponként. Hogy őt is hozzuk közelebb a gyülekezethez, és ezen keresztül Krisztushoz. Ez a hosszú távú tervünk ezekkel az alkalmakkal. Tehát így gondoljunk rá, ne csak úgy, hogy de jóta jól érzi magunkat. Tehát megváltozik a dátum, mégpedig most pénteken lesz, nem szombaton, hanem pénteken délután lesz, 5 órától 8 óráig. Nagyon izgalmas alkalom lesz, mint a múltkor, lesz ugyanúgy forró teja, meg talán még zsíros kenyér is, remélem, hogy a szervezőknek sikerül ezt megcsinálniuk, ez a zsíros kenyér dolgot. És ami még lesz most, ha minden jól megy, forró csoki mindenkinek, és egy izgalmas vendég is lesz, amiről nem mondok el többet, de egy nagyon izgalmas, nagyon látványos vendég is lesz a Kori pályán. Minden fiatal és minden gyermek nagyon fog neki örülni. Így nézzük meg. Az előző alkalomnak a képeit látjuk itt sorba-sorba. Igen, volt, aki elesett. Pénteken 5-től 8-ig lesz ez az alkalom, de sokan örültek, és családok vettek részt rajta. Ezt így kell most is csinálni. Hívjuk családtagjainkat, hívjuk el egy-egy olyan barátunkat, barátnőnket, aki idáig nem vett részt ezek az alkalmakon, akik nem járnak ifjúságira, nem járnak ide a gyülekezetbe, azokat hívjuk el, mert itt a helye, és ezután
hát ha szívesebben és sűrűbben jönnek majd a gyülekezetbe is. Pénteken 5-től 8-ig. Köszönöm. Szereplőket megcsodálhatjuk ma itt közöttünk. Gyere, Laci, közben. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek. Hát Szabó testvér izgalmas, lelkes invitálását nehéz lesz fölülmúlni, nem is kísérletezek vele. Én egy teljesen más jellegű alkalomra hívom a gyülekezetből mindazokat, akik házasságban élnek, vagy párkapcsolatban élnek, illetve arra készülnek. Azért fogalmazom ilyen többrétűen ezt a gondolatot, mert amikor az előjáró testvérekkel beszélgettünk erről az alkalomról, akkor azt mondtuk, hogy ne egy belterjes, kizárólag a gyülekezet számára szóló délutáni alkalom legyen, hanem olyas valami, amire bátran meghívhatunk a városból barátokat, ismerősöket, tehát mindazokat, akik egyelőre nem abban az értékrendben élnek, amiben mi. A program elnevezése a házasság hetéhez kapcsolódik, és a témája pedig az, hogy veled kiteljesedve, tehát egy férfi, egy nő házassági kapcsolatban élve, hogyan tudja kiteljesíteni a másik életét. Nem arról van szó, hogy én keresem a magam boldogságát, hanem hogyan tudom én boldoggá tenni azt, akit az Isten mellém rendelt. 18-án, tehát február 18-án délután 4 órakor kezdődik ez az alkalom, tehát hívjunk rá bátran az ismeretségi körünkből vendégeket, és én nem ígérek meglepetés vendéget, de meglepetések azok fognak bennünket érni. Gyönyörű vasárnapot kívánok! Köszönjük szépen! Ezen a helyen szokás szerint szeretném megadni a lehetőséget, ha valaki hozott köszöntést, akár személyesen, akár más gyülekezet részéről, akár vendégként van itt, bár nem látok vendégeket, most át lehet adni. Köszöntöm a gyülekezetet. Én nem hirdetést hoztam, vagy nem köszöntést hoztam, hanem hirdetni szeretnék. Kedden lesz egy izgalmas felüdítő program a kisbabás anyukák részére. Már volt néhány alkalmunk így együtt. Az Eneovi tartott egy darabig itt az imaháznál, most már annak ugye vége van, azt Matil tartotta. A zene bölcsi viszont elindult. Hasonló a Eneovi, az csak kisebbeknek szól, illetve az anyukáknak. Igazából ez egy mozgásfejlesztéses alkalom és zenebölcsi, illetve ezután lehetőség van a zenebölcsizés és mozgás után az anyukáknak beszélgetni egymással, egy tea mellett ropogtatni valami kis finomságot. És mikor van ez az alkalom? Kedden lesz, 9 órakor nálunk, tehát aki szeretne ezen részt venni, ide a gyülekezetbe járó anyukákat szólítom. Aki szeretne részt venni, az nálam jelentkezzen, nekem szóljon, hogy így tudja készülni majd a ropogtatni valóval és a teával. És ezt követően minden kedden 9 órakor van ez a zenebölcsi alkalom. Az egész délelőtt rendelkezésre áll számunkra, tehát így készüljetek, hogy nem kell elsietni onnan tőlünk, hanem nyugodtan ott maradhatok, beszélgethetünk, imádkoztatunk. Amen. Köszönjük szépen, nagyon nemes cél, kívánunk ehhez sok áldást és sikert. Van-e még valami, valaki? Én egy előre szóló bejelentést szeretnék tenni. A következő két, jobban mondom, másfél vasárnapban nem leszünk itthon, szolgálati úton leszünk. Egyrészt Körös Tárkányba hívtak egy egyhetes evangelizációra, hát lealkuttuk csütörtöktől vasárnapig. Itt mégiscsak itthon is szeretnénk lenni, meg még néha dolgozni is kell. Úgyhogy lesz azért itt pásztor, igehirdetés, bátorítok mindenkit, hogy ez ne befolyásoljon senkit, lehet, hogy egyesek örülnek is neki. Igét szeretnék most olvasni a ma délelőtti igehirdetéshez.
Majd ezután az énekkar szolgálatát kérjük, és utána következik az ige hirdetés. Máté evangéliumából fogok egy néhány igeverset olvasni a 11. fejezetből, fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Ige olvasás után szeretettel kérem Csővári Sándor testvért áldáskérő imádságra. Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 29. és 30. vers így hangzik. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát, legyen ez így. Hívjuk és fogadjuk Szentlélek Istent, hogy feltöltse a mi szíveinket, a mi gondolatainkat. Ha újjászült Istennek lelke, ott van a mi szívünkben, de hogy megengedjük azt, hogy betöltsön újból és újból, az igéből is kapunk meghívást, hogy töltekezzetek be Isten szent lelkével, erre szükségünk van, és csodálatos kihatása lesz a mi életünkre. Jézus meghív itt minket valamire, vegyük fel az ő igáját, és tanuljunk tőle. Sok mindent tanulhatunk az Úr Jézustól,
Remélem, és az az én hitem, hogy ezt tesszük is, én erre igyekszem, ezt igyekszem továbbadni, nem csak itt a szószéken, a családban is, a munkahelyemen, az én környezetemben, ahol élek, ahogyan délelőtt hallhattuk is az imaórán, a bizonyságtevés, a misszió, az evangélium hirdetése, bárhol is vagyunk, ahol megjelenünk. Tegyük ezt, amit mi tanulunk az Úr Jézustól, osszuk meg másokkal is, hogy ők is tanulhassanak. És nem sok helyen olvashatunk arról, amikor az Úr Jézus maga és ilyen határozottan ezeket a szavakat használva mondja azt, hogy tanuljátok meg tőlem. És ha ő ezt mondja, és nem csak egyszerűen egy példát mutatva kell tőle tanulnunk, akkor érdemes ezt komolyan vennünk, ha azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuld meg ezt tőlem. Amikor a mester mindenfélét megmutat, és reméli, hogy a tanítványai lekoppintanak egyet-mást, és majd ők is jók lesznek, ez felülmúlja az, amikor azt mondja a mester, na most jól figyelj. Mert ami most jön, ez fontos. Ezt ne csak nézd le tőlem, hanem ezt mondom is, hogy tanuld meg. Lesz néhány ilyen igehirdetés, ilyen ima, ilyen témakör, az úrvacsorai alkalmakra terveztem ezeket, amikor a hívő ember jellemvonásáról beszélünk és tanulhatunk. Ez az első ilyen alkalom, lesznek még az engedelmességről szó, a hálás szívről szó, amikor az ember arról ismer fel egy másikat, hogy hívő, hogy ő krisztusi, megváltott, újjászületett ember, amikor ezeket a tulajdonságokat látja benne, amikor, ahogy beszéltünk délelőtt az imaórán, vagy hallhattuk, jönnek be emberek, mert meghívjuk őket, akkor látják azt, hogy igen, én azt látom, hogy itt olyan alázatosak az emberek, olyan engedelmesek, Nem személytelenek, nem vesztesek, erről is volt szó nem régen, de mégis engedelmesek. Nem olyanok, hogy nincs semmiük, van nekik sok mindenük, és mégis hálásak. Mégis tudják, hogy mindenük, amiük van, kaptak. Ezeket és hasonló keresztény hívő jellemvonásokat szeretnénk néhány vasárnapon keresztül megnézni, de ez legyen most az első, az alázatos és a szelíd szív. Ez nagyon sok szempontból feltétele a többi keresztény jellemvonásnak, amiről majd fogunk tanulni. Az Úr Jézus tehát hív arra, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Van egy német dal, nem tudom ki mennyire ismert a német slágerekben, a Totenhosen, ilyen a csapatnak a neve ez, és egy régi dalnak a címe az, hogy Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Egy disznónak kell lenned ebben a világban. És ez egy teljes ellentéte ennek a kijelentésnek, amit itt az Úr Jézus mond. Ők eléneknik azt, hogyha ebben a világban boldogulni akarsz, akkor egy sertésnek kell lenned. Magyarul egy paraszt embernek, most nem a szakma értelmében paraszt fölműves, hanem egy olyan embernek, aki mindenkin keresztül megy, aki könyököl, ahol csak bír, tehát az alázatnak a teljes ellentétje. Ha ilyen vagy, akkor boldogulsz a világban. Mert ha nem, akkor fenékbe rugást kapsz, így fejezi be az ének a dalt, a szövegét. Az Úr Jézus itt teljesen mást mond. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy könyököljetek, döngessetek végig mindenkin, legyetek büszkék arra, amit elértetek, legyetek törtetők, hanem azt mondja, hogy legyetek szelídek és alázatosak. És nem kell nagyon csodálkozni, megvan ennek az ének dalban felismerhető szöveg alapján a következménye, az Úr Jézust ezért, hogy ő alázatos volt, ő ezért meg is fizette az árat. Nem úgy van az, hogy az Úr Jézus ismer egy trükköt, és azt mondja, hogy legyetek alázatosak és szelídek, és akkor nagyon jó lesz minden. Nem ezt mondja, hanem ő bemutatta azt is, hogy az alázatnak és a szelídségnek igen, megvan az ára, amit megfizetünk. Megfizette az Úr Jézus is a saját életével. Azt, hogy ő alázatos volt, és szelíd volt, és ebből kifolyólag engedelmeskedett, mint halálig. És ugyanígy megfizette az élete addigi során, amíg szolgált, az ő alázatos, szelíd létét, és életét, és amilyen ő volt, azért is megkapta elégszer azt, ami az alázatos szívű embernek jár. A kérdés az, hogy mégis melyik felhívást, melyik meghívást követjük.
az Úr Jézusnak a kérését és bátorítását, hogy tanuld meg tőlem, hogy alázatos vagy. Vagy azt, hogy felejtsd el ezt, és inkább törtess, mert úgy érzel valamit. Inkább légy büszke, beképzelt, kevély, azoké a világ. Az alázat, testvéreim, Jézus útja. A büszkeség és a kevésség az a sátán útja. Én erről már beszéltem itt egyszer. És Jakab apostol is megmondja erre a választ, ha ez esetleg valakinek még kérdés ma reggel itt közöttünk, melyik útat válasszam, akár mint hívő ember, akár még a hit előtt álló ember hallja ezt az üzenetet, az alázat vagy a kevésség útját, Jakab apostol ismerős igében ezt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatos szívűeknek kegyelmet ad. Melyik utat szeretnénk választani? Szeretnénk-e azt, hogy a mi hívői életünkön rajta legyen az a bélyeg, amit mások látnak, ezt nem magunkról szoktuk mondani, ne is tegyük ezt, az már akkor ott kicsit kritikus, ha magunkról mondjuk, hogy milyen alázatos tudok én lenni, még magamon is csodálkozom, ez bűzlik, amikor más látja ezt rajtunk, hogy alázatos szívű, szelíd szívű emberek vagyunk, azt emeli fel Isten, annak ad kegyelmet Isten. És ebben az igében, amit itt Jakab apostol részéről említettem, benne van a kulcs arra is, hogy megértsük, mi az összefüggés az alázat és a szelídség között. Jakab apostol ugye azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Amikor az ember megalázza magát Isten előtt, kegyelmet nyer, és szelíd lesz másokkal szemben is. Az alázat, amit mi teszünk, amit mi adunk, amilyen a mi szívbeli hozzáállásunk Istenhez, erre Isten válaszként kegyelmet ad, és mi ezt továbbadjuk, ezt a kegyelmet mások felé, és ezt nevezik szelídségnek. Az alázatos ember úgy látja magát, mint Isten látja őt. Itt nagyon fontos néhány tényt rögzítenünk az alázattal kapcsolatban, és az első nagyon fontos, az pontosan ez. Úgy látni magunkat, ahogyan Isten lát. Ha az alázatról beszélünk, és ezen gondolkozunk, és szeretnénk erre igyekezni, vagy ha másokat látunk, és próbáljuk benne megállapítani, hogy alázatos-e, sokszor arra gondolunk, és arra figyelünk az ilyen porban kúszó emberek, akik mindig lehajolva, mindig olyan szinte terhelt arccal, olyan szomorúan úgy kifejezik azt, hogy én olyan alázatos vagyok. Én egy nulla vagyok, én egy senki vagyok, én nem érek semmit. Drága testvéreim, az ige szerint nem ez az alázat. Az ige szerint az az alázat, amikor úgy látjuk magunkat, ahogyan Isten lát minket. Hogyan lát minket Isten? Mit mond rólunk Isten, drága testvéreim? Mindjárt megfigyeljük. A szelíd ember pedig az, aki úgy néz másokra, mint ahogy Isten néz azokra. Rögzítsük tehát, az alázatos ember, elsősorban az az ember, és úgy tudunk alázatosak lenni, ha úgy látjuk magunkat, és azt látjuk magunkban, amit Isten lát bennünk. Akkor alázatosak vagyunk. Mindjárt megnézzük részletesebben is. A szelíd ember pedig az, aki a másikat. Lehet ez az is, aki engem bánt, lehet ez az is, aki engem nagyon szeret, úgy látom őt, ahogyan Isten látja őt. Nem ahogy én látom őt abban a helyzetben. Nem ahogy én látom őt egy nagyon szép élmény után. Nem ahogy én látom őt egy bántás után a sérelmemben. Hanem a szelídség az, amikor másokat úgy tekintünk, úgy nézünk rá, úgy viszonyulunk hozzá, ahogyan Isten viszonyul ahhoz az emberhez. Egészséges-e a mi önképünk? Úgy látjuk-e magunkat, mint ahogyan Isten lát minket? Megkérdeztek egyszer egy rabbit, hogy mi az alázat szerinte? Hogyan kell egy embernek alázatosnak lenni? És akkor felmutatott két papírt, amin mind a kettőn írt valamit. Az egyiken azt írta, hogy Isten neked teremtette a földet. Ezen gondolkozz el, neked, nekem
teremtett Isten egy földet. A másik papíron azt írta, hogy porból leszel, porból lettél és porrá leszel. És ez az a két véglet, amivel ez a rabbi próbálta elmagyarázni azt, hogy mi az alázat. Az alázat nem az, hogy folyamatosan arra gondolunk, és annak tudatában élünk, hogy én porból lettem, és porrá leszek, és én milyen senki vagyok. De nem baj, ha ezt tudjuk. Nem baj, ha rögzítjük azt, hogy mulandó lények vagyunk. Nem kell énekelnünk naponta, dudolgatni magunkban, az az ének mindig úgy elmosolyogtat, hogy mi férgek, vagy valahogy így van benne az ének dalban, olyan férgek vagyunk. Nem biztos, hogy ez legyen a mi életmottónk, hogy milyen féreg vagyok. De nem baj, ha tudjuk azt, hogy Isten előtt mi kik vagyunk. És mégis ott van az a másik oldal, nem baj, ha tudjuk azt, hogy Isten nekünk teremtett egy földet. Azt írja a teremtés történet, hogy azért teremtette Isten a földet, hogy lakhelyünk legyen. Isten miattunk teremtett egy földet. Isten az ő képmására teremtett minket, és olyan sok mindent fel lehet sorolni, és olvassuk nyugodtan az igét, hogy hogyan lát Isten minket, drága testvéreim. És ezt lássuk elsősorban magunkban. Ha nem is tudjuk kiküzöpölni azt, hogy néha látjuk azt is, amit más lát bennünk, amit más gondol rólunk, amit más mond rólunk vagy ránk, de ami ott legyen mindig felül és az előtérben. Mit lát Isten bennem? Hogy lát Isten engem? Ha ezt megkérdeznénk most valakitől, vagy mindenkitől egyen-egyenként, mit válaszolnánk erre? Szerinted Isten mit gondol rólad? Hogyan lát téged Isten? Van ez a gyertya gyújtós módszer a bemutatkozásra, Beke testvértől tanultam, meggyújtunk egy kis gyufát, és amíg az leég, addig kell bemutatkoznunk. És amit az alatt, az idő alatt elmondunk, valószínűleg az az, ami fontos az én személyemről és az én életemről. És lehet, hogy ég már az ujjamra a gyertya, és akkor elkezdem gyorsan mondani, hogy hol dolgozom, hogy mikor születtem, vagy hol, én nem tudom, kinek mi jut az eszébe. De rögzítsük azt, testvéreim, hogy ezen a helyen, ha van gyufa a kezünkben, ha nincsen, az első, ami eszünkbe jut, hogy ki vagyok én, milyen vagyok és mi lát Isten, legyen a következő három szó. Szeretve vagyok, kiválasztva vagyok és megváltva vagyok. Drága testvéreim, ha így tudunk magunkról gondolkozni, és tudom, hogy már beszéltünk erről itt ezen a helyen, az ismétlés a tudás anyja, ha jól tudom. Szeretve vagyok, szeretve vagy, drága testvérem. Nem így érzed? A porban kúszva érzed magad? Egy olyan senkinek érzed magad? Van ilyen. Van, hogy így érezzük magunkat. Van, hogy ez az miatt van, mert valaki megalázott. Lehet, hogy ez az miatt van, mert Isten szólított és egy vereséget engedett meg az életünkben. Különböző okai lehetnek ennek. Gondolunk-e olyankor arra, hogy szeretve vagyok? A mindenható Isten Jézus Krisztusban kinyújtotta felém szerető kezét, és hogy én ki vagyok és milyen vagyok, elsősorban ez legyen, én szeretve vagyok. Engem Isten kiválasztott, én kiválasztva vagyok. Isten a mindenható. Nem egy tanár választ ki, a gyerekek szokták mesélni, milyen jól esik, ha egy tanár rámutat egy gyermekre, na most akkor te legyél az, mit tudom én, milyen feladatra, vagy érdekességre, vagy itt a gyülekezetből, ugye szoktunk imádságra kérni valakit, van, aki ennek örül, más azért annyira nem összeszorul, olyankor a szív meg a torok is, de van, aki örül ennek, hogy haj, de jó, hogy engem kért meg imádkozni, engem kért meg erre vagy arra. Én vagyok kiválasztva. Amikor kiválaszt egy lány egy fiút, és látjuk azt, hogy milyen sok más lehetősége lett volna, és engem választott, vagy fordítva a lányok ugyanúgy. Amikor kiválasztva vagyunk, amikor egy cégnél, ahol dolgozunk, lehet, hogy több ezer, tízezer ember közül téged, engem választanak ki valamire. Ez egy fontos dolog. Ez egy felemelő érzés. A mindenható Isten kiválasztott téged és engem arra, hogy örök életre elhívjon. Amikor alázatról beszélünk, ezek is jussanak az eszünkbe. Nem csak az, hogy mennyire meg kell nekünk rogyaszkodni, és
a földre tipródni. Isten nem úgy lát minket, hogy ott kúszunk mindig a földön. Isten egy saját képmására teremtett embert lát bennünk, akit nagyon szeret, és akit kiválasztott azért, hogy megváltva lehessünk. Ez azoknak érvényes, akik ezt elfogadták, akik Isten szeretetét elfogadva engedték azt, hogy Isten őt kiválassza és megváltsa. Meg vagy váltva a bűntől, a bűnből, a gonoszságból, a régi emberedből, megváltva vagy. Ugye nem ezekre gondolunk, ha az alázat kérdés felmerül. De legyen ez az első, amire gondolunk. Ezután nem baj, ha rögzítjük azt, hogy Istennel szemben, Istenhez képest kik is vagyunk mi. Bár ennek kapcsán is hallottam, olvastam egy elgondolkodtató mondást. Az alázatnál, amikor Istennel szembeni alázatra gondolunk, ne arra gondoljunk, hogy milyen kicsik vagyunk mi Istennel szemben, hanem ne gondoljunk magunkra. Na ez az igazi alázat. És lehet, hogy ez jobb is. Miért mindig alacsonyítsam le magam? Miért mindig kicsinyítsem le magam? Azt mondta Isten, hogy te légy egy nagyon apróság, egy féreg, egy senki. Vagy azt mondta, hogy tegyél túl önmagadon, az evangelizáción. Erről beszéltünk, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy mondj le magadról, ne magadon gondolkozz, ne mindig magad körül forogj, hanem Istent tekintsd, a kapcsolatban közted és Isten között egyedül ránéz. Ez az igazi alázat. Hogyan lát tehát Isten? Legtöbb esetben nem úgy, ahogy mi látjuk magunkat, és ez egy jó hír. Ez egy jó hír, lehet rossz hír is, mert van, amikor a másik oldalra billen el a dolog. Amikor nagyon-nagyon magasan és nagyon más helyzetben látjuk magunkat, mint az a valóságnak megfelel. De ha fontos, hogy rögzítenünk, akkor én inkább ezt szeretném, hogy elvigyük ma délelőtt, testvéreim. Isten úgy lát minket, mint akit szeret, mint akit kiválasztott és megváltott. Ez jusson eszünkbe akkor, amikor egy alázatos, szelíd életvitelt, életmódot szeretnénk az Úr Jézusban követni és tőle tanulni. És ha te is így látod magad, és ez a jó hír, akkor nem egy lebigyeztett arccal, egy meggörnyedt, meggörbült testtartással fogsz alázatban élni, hanem emelt fővel. Nagyon távol a büszkeségtől, de mégis emelt fővel, kihúzott háttal elmondod azt, igen, én szeretve vagyok. Ez büszkeség? Ez büszkeség, ha elmondja egy ember, hogy engem szeret Isten? Hát ha ez az, akkor ezzel büszkélkedjünk, testvérek. Büszkeség az, hogy engem Isten kiválasztott, engem a bűnös embert? Hát akkor ezzel büszkélkedjünk. Büszkeség az, hogy azt mondom, hogy engem Isten megváltott. Méltónak tartott engem, és itt oda mondhatjuk a senkit, a férget, hogy Jézus Krisztus a Szent meghalljon. Hát akkor ezzel büszkélkedjünk. Pál apostol is azt mondta, semmivel nem büszkélkedem, csak azzal, hogy kegyelmet nyertem. Ezzel lehet. Én ezt a szót nem szeretem, a büszkeséget, ezt a testvérek már tudják. Inkább a hálás szót szoktam használni. Próbáljuk ezt is gyakorolni, ha büszkék vagyunk a gyermekeinkre, inkább mondjuk, hogy hálások vagyunk értük. Ez jobban hangzik és krisztusibb. De lehet emelt fővel, boldogan, mosolyjal az arcunkban alázatosnak lenni. Lehet. Lehet, és gyakoroljuk is ezt. Ha rögzítettük azt, hogy igen, Isten mellett eléggé por vagyunk. Abból lettünk, és azzá is leszünk. De Isten nem ezt akarja bennünk látni. És ez nagyon fontos, testvéreim, az alázatos és szelíd szívnek a gyakorlásában. Apróbb gyakorlás, én felírtam néhány olyan gondolatot, amin tudjuk mérni magunkat. Lehet mást is, de én azt nem tartom nagyon értelmesnek. Inkább magunkat mérjük, alázatos és szelíd szívünk van-e, drága testvéreim. Néhány olyan dolog, amit nem mindet én találtam ki, lehet ezekről sokat olvasni, sokat fejlődni, ha odafigyelünk másokra, milyen egy alázatos ember. Elsősorban ugye rögzítettük, ami számunkra, személyesen magunk részére fontos, hogy úgy lássuk magunkat, és úgy lássunk másokat, mint ahogy Isten lát minket. És ezen felül, ha ezt szeretnénk a gyakorlatban megélni,
ebből kifolyólag jön az első pont, amit feljegyeztem. Nem gondolod azt, hogy valaki jobb vagy rosszabb nálad? Ismerős talán az a mondás, amely úgy hangzik, hogy az egészséges önbizalom nem azt jelenti, hogy másokat mind kevesebbnek tartasz magadnál, és mindenkinél jobbnak érzed magad. Az egészséges és Isten szerinti önbizalom, önkép azt jelenti, hogy nem is hasonlítod magad másokkal. Ezt is próbáljuk rögzíteni, az alázatos ember nem hasonlítja magát mással. Azért végképp nem, hogy kitűnjön más között, de azért sem kell, hogy alá menjünk másoknak. Nem kell hasonlítani magunkat. Ki az, aki szebb, ki az, aki jobban és többet szolgál, nem kell ezekkel foglalkozni. A fiatalok felé is ez legyen egy üzenet ma délelőtt. Nem kell hasonlítani magunkat, ha rögzítettük az előbb elmondottakat, hogy Isten hogy és kit lát bennünk. Ha így elfogadom magamat, ha így elfogadom a másikat is, lesz például egy olyan csodálatos hatása ennek, hogy nem fogok idegeskedni másnak az idétlenségeim vagy gyengeségeim. Mert lehet, hogy odáig eljut egy hívő ember, hogy elviseli a másikat, ha olyan dolgok történnek, amik. De attól idegeskedünk rajta, és nem így kéne. De eljuthatunk egy alázatos szívvel oda, hogy még csak ez sem lesz. Nem is fogunk idegeskedni azon, hogy a másik ilyen vagy olyan, mert nem hasonlítjuk magunkat egyfolytában. Ismered bevallani a te gyengéidet is. Ha nem hasonlítjuk magunkat egymáshoz, ez is az egyik eredménye ennek, hogy akkor önmagamba tudok reflektálni. Látom azt, hogy mi az, amire képes vagyok, és mi az, amire nem. Látom a hibáimat, ahol megbotlottam, és kész vagyok, és képes vagyok ez mellé odaállni. És azt mondani, nem vagyok erre büszke. Nem örülök annak, hogy ez így történt, de ez az én életemhez most már sajnos oda tartozik. És szeretnék ezen túl lenni, de felvállalni azt. A mai világban lehet, hogy többet ér egy jó hírnév, mint az őszinteség, és így sokan nem vállalják fel azt, hogy hibáztak. Az alázatos ember felvállalja. A második dolog, amit feljegyeztem, és ez nagyon fontosnak tartom, tudsz és mersz kérni. Egy alázatos ember tud és mer kérni. Kérünk-e, drága testvéreim? Családban gyakoroljuk a kérést. Van egy szép szokás, de én nem tartom jónak és helyesnek. A gyerekek, ha kérnek valamit, úgy mondják, hogy kaphatok. Mindig ugyanazt válaszolom, kaphatsz, ha kérsz. Merjünk és tudjunk kérni. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Van, aki ugye nagyon jól ismeri ezt, és gyakorolja is nagyon szorgalmasan, és mindent és mindenkitől kér. Ilyen végletek is vannak, és az alázatos embernek ez tényleg egy ellenvonása, hogy mer és tud kérni. Testvéreim, gondoljunk csak ebbe bele, alázat szükséges ahhoz olykor, hogy kérjünk a másiktól. Ezzel elismerjük azt, hogy nekem nincs. Ezzel elismerem azt, hogy én nem tudom azt megtenni, vagy nem vagyok arra képes kérni a másiktól. Merjünk, mert az alázatos ember ezt tud. Légy szíves! Ne legyél szíves, kérek. Próbáljuk itt is gyakorolni. Kérlek, ne légy szíves, kérek. Ha ezt gyakoroljuk, gyakoroljuk ezzel az alázatot is. Ne elnézést kérjünk, ezt is talán már mondtam egyszer, bocsánatot kérjünk a másiktól. És itt megjegyzem azt, az alázatos ember mer és meg is teszi bocsánatot kérni. Ha úgy érzed, hogy neked ez nagyon nehéz, senkinek sem egyszerű, te elmondom, de ha úgy érezzük, hogy ez nagyon nehéz, gondolkozzunk el az alázatos, szelíd szívünkön. Merünk-e, tudunk-e kérni bocsánatot? Harmadik dolog, amit felírtam, és ez nagyon tetszik nekem. Az alázatos ember több hidat épít, mint falat. Egy nagyon fontos dolog, testvéreim, itt a gyülekezetben is, a magánéletünkben, a családjainkban is. Gondoljunk bele egy olyan helyzetbe, hogy jönnek az udvarlók a házhoz. Lányos házakhoz, de szerintem ez most már manapság meg fog fordulni, fordítva is lesz, majd jönnek a fiús házakhoz és a lányok udvarolni, teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Amikor megjelennek, és megjelenik egy olyan fiú vagy lány, akivel a szülők, hangsúlyozom,
hívő szempontból nincsenek kibékülve. Nem azért, mert nem tetszik az óra, vagy nincs elég nagy autója, vagy biciklije, hanem azért, mert nem hívő az a valaki. Mit tesz ekkor a szülő? Mit tesz ekkor minden jó hívő szülő és baptista szülő? Felépít egy nagy falat. Fiam, lányom, nem. Itt van a fal, te a falon belül vagy, és ő a falon kívül van. És mert más volna az, és tudom, hogy ez nem egyszerű, nem tudom ránk még mi vár ilyen szempontból, milyen jó volna az, hogy egy hidat építenénk. Ha azt mondom, mekkora lehetőség azt a valakit, aki onnan kívülről jönne be az én családomba, szeretettel befogadni, hidat építeni az én szívem és az övé között, amin át tud menni az Úr Jézus. Hogy nem elutasítani őt, nem elküldeni őt azért, mert nem hívő. Ez nem azt jelenti, hogy hozzáadom rögtön a lányomat vagy a fiamat, de a hidat felépíteni alázattal, ehhez nagyon nagy alázat kell. És ez a gyülekezetünkben és a jelenlegi helyzetben, amikor különböző kérdések felmerültek, gondolkozzunk el ezen, testvéreim, és próbáljuk ezt elvinni. A falakat építjük, vagy hidakat építünk alázattal. Egy falat felhúzni, azt bocsánat, hogy így mondom, még egy részek köművesnek is megy. Azt gyorsan fölhúzzuk. Egy törvényt állítani, ezt nem, és így, és ennek pontot teszünk a végére, ez aránylag könnyű. De tudunk hidat építeni. Amihez alázat kell. Az alázatos ember ezt teszi. Fiatal és idős között, két különböző látásmód között, egy gyülekezetben és egy családban, egy nagyobb családi közösségben, ahol többen vagyunk, bármire gondolhatunk, egy iskolai közösségben, de maradjunk most inkább itt a közösségünkön belül. Építünk-e alázattal ilyen hidakat, vagy inkább a falakat húzzuk föl? Az alázatos ember több hidat épít, mint falat. Az alázatos ember többet hallgat, mint beszél. Én ezt nem szeretném nagyon ragozni. Vannak hallgatag emberek, akik alapból nem sokat beszélnek, nagyon áldottak az ilyen emberek az én szememben. Én nem tartozom ezek közé, ezért nekem egy alázat kérdése, hogy hallgassak. Hallgatni akkor, amikor hallgatni kell. Vannak erről is nagyon jó mondások, most nem jegyeztem itt le egyet sem. Nem mindig, hogy volt az a mondás, nem mindig azt jelenti a hallgatók, hogy nem tudnék mit mondani, csak nem mindig akarok vitatkozni olyanokkal, akik ezt nem díjaznák. A hallgatás, az alázatos ember jellemvonása, hogy többet hallgat, mint beszél. Gondolkozzunk ezen különösen, akkor, amikor olyan kényes kérdésekről van szó, amikor tudnám osztani az észt, amikor úgy érzem, hogy itt most nagyon meg kellene mondani a magamét, amikor úgy érzem, hogy nagyon vissza kéne lőni a másiknak, mert már rég nem hagy békén, de ő nem veszi észre, na most majd megmondom neki. Bármilyen helyzetre gondolunk most, az alázatos ember többet hallgat, mint beszél. Egy ötödik pont. Hét van összesen, úgyhogy mindjárt leszállunk. Szolgálsz másoknak, és ünnepled az ő sikereit. Az Úr Jézus ugye az alázat kapcsán, és ezt nem mondtam az elején, most megjegyzem, nagyon sok szép ige van a Bibliában az alázattal kapcsolatban, ezt mind meg tudjuk keresni, néhányat említek én is. De én most inkább erre a gyakorlatias részekre, dolgokra szerettem volna hangsúlyt fektetni. Az Úr Jézusnak is ez egy nagyon fontos, az az ötödik pontom. Másoknak szolgálni. Az Úr Jézus maga, hallhattuk délelőtt, aki király, aki eljött, és az ő kezébe adatott minden hatalom a mennyen és földön. Ezt megelőzte az ő alázata, és hogy ő szolgált mindenki felé. Ő azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljatok, hanem hogy én szolgáljak nektek. És itt feltevődik az a kérdés, hogy szolgálunk-e mások felé. Rögzítsük, testvéreim, nem teszünk valamit a másiknak, nem cselekszünk és lerovunk bizonyos köröket, bizonyos programpontokat teljesítünk. Ne sértse meg semmit, senkit ezzel, lehet az is szolgálat, de amikor úgy szívből szolgálunk a másiknak, amikor a másiknak alá rendelem magam, és úgy megyek hozzá, úgy szólok hozzá, úgy teszem azt, amit teszem, hogy én szolgálok feléd.
Nem mindig szolgálat egy ige hirdetés sem, testvéreim, és minden más, ami történik a szószéken, nem mindig szolgálat. Van, amikor egy észkiürítés, tudja más is azt, ami az én fejemben van. Van, amikor egy ahogy előbb mondtam, lerovok egy pontot, mert megkértek, és pont rajtam van a sor, és mit tudom én még, mik jöhetnek ide, nehogy valaki félreértse, de nem mindig szolgálat az, ami ilyen formában történik. Amikor a másik felé igazi szeretettel és alázattal szolgálunk, az az alázatos szívű ember szolgálata, és itt még megjegyeztem, ünnepelni a másik sikerét ugyanitt. Amikor én szolgálok, és valaki más viszi el helyette a virágcsokrot, a dicséretet, ez nagyon rosszul tud esni. De ekkor jön ki az emberből az, hogy alázatos szívvel szolgált-e, vagy sem. Amikor örülünk annak, hogy nem rajtam van a sor, nem én vagyok most kiemelve, nem engem dicsőít senki, remélem nem is szoktunk erre vágyni, de ha mégis ott van bennünk ez emberi vágy, hanem azt látjuk, hogy pont mást emelnek fel, pont másnak sikerült valami jó, pont másnak halad az élete úgy, ahogy én szeretném, hogy nekem haladjon. Tudjuk-e az ő életét felemelni, vele együtt ünnepelni? Egy nagyon gyakorlatias pásztor erre azt mondta egyszer, próbáljunk meg örülni az örülőkkel, akkor is, ha összeszorítjuk közben a fogainkat. És ha ezt elég gyakran tesszük, egy idő után őszintén fogunk örülni másnak az örömének. Testvéreim, ha másképp nem megy, akkor én is azt mondom, örüljünk az örülőknek, ha engem idegesít is az, hogy neki öröme van. És ha ezt elég gyakran megtesszük, és így gyakoroljuk az alázatot, eljutunk oda, hogy őszintén örömmel fogunk a többiek sikerét ünnepelni. Próbáljuk ezt meg. A hatodik utolsó előtti pontom, az alázathoz természetes módon szerintem hozzátartozik az, hogy a lehetőségeink alatt élünk. Én nem tudom, hogy ez kit milyen formában érint, az ember általában, amit megtehet, azt meg is tesz. Az alázatos ember ezzel másképp van. Lehet ide a költekezést venni, lehet ide az életvezetést, életformánkat, nagyon sok minden beleférhet ez alá, a lehetőségeink alatt éljünk. Ha abba belegondolunk, hogy az Úr Jézus mi mindent megtehetett volna, és nem tette meg. Ha az Úr Jézusnak lett volna egy olyan lelkülete, hogy csak azért, mert megtehetem, megteszem, az alázatos ember ezt nem teszi. Az alázatos ember mindig egy picit alatta van, lehet, hogy olykor jóval alatta van annak, amit ő megtehetne, annak, amit ő kimondhatna, annak, amit ő elkölthetne, és amit mutathatna kifelé, hogy milyen jól van anyagilag, és sok mást ide mondhatunk, jóval alatta van. És erről ismerhetjük fel magunkban, de másokban is azt, hogy alázatban élünk. A hetedik pont, amit említés szintjén mondok, és nem néztem most meg a beosztást, de jól tudom, jövő úrvacsori alkalomkor erről lesz szó, egy alázatos ember hálás ember. Erről nagyon fontos, hogy gondolkozzunk, drága testvéreim, és ez a hét pont biztos, hogy nem fedez mindent, ami az alázatos emberrel kapcsolatos. Én próbáltam néhány olyan gyakorlatiasan fontos dolgot idevenni, amelyet szükségesnek tartok, amelyet jónak látok, de lehet ez bővíteni akár az igéből, akár a gyakorlatból. Olyan, hogy alázat és hálátlanság ilyen nincsen. Tehát egy alázatos ember sosem lesz hálátlan. Az, hogy beleesik ebbe a bűnbe, és utána a kilával megtér, ez előfordul, de a kettő kéz a kézben nem megy. Az, hogy rólam látják az emberek, hogy én egy ilyen hálás embert még nem láttam, de hogy hiányzik belőle az alázat? Ilyent nem fogunk hallani. Fordítva ugyanúgy, hogy látunk egy alázatos embert, aki nem magáról mondja, látjuk rajta, hogy egy alázatos, szelid ember, de olyan hálátlan. Ilyent sem fogunk hallani. Ez a kettő mindig kéz a kézben megy, egy alázatos és hálás szívű ember. És ez is legyen egy nagyon fontos jellemvonás a mi életünknek, erről majd fogunk bővebben is, a hálás szívű ember. Elmondom még egyszer röviden, próbáljuk ezeket rögzíteni, elvinni. Ami az első is nagyon fontos, tekintsünk magunkra úgy, ahogy Isten tekint ránk. Mit mondtunk? Lehet ezt is bővíteni, én ezt a hármat írtam le. Szeretve vagyunk,
kiválasztva vagyunk és megváltva vagyunk. Úgy kívánom, hogy mindazok legyünk, testvéreim, nem mind vagyunk azok, akik ma itt vagyunk, de legyen ez a kívánságunk, imádságunk, hogy mindenkire ebben a gyülekezetben ez legyen érvényes azokra is, akik még a megtérés előtt vannak. És ezután próbáljuk a másik felé is ezt látni. Ne azt lássuk, amit mi érzelmeink, gyarló szemeinkkel látunk a másikban. Azt lássuk egyen-egyenként, a legidősebbtől kezdve a legfiatalabbig, mit lát Isten benne? Miért létezik Isten szerint az a személy? Miért van Isten szerint itt az a személy? Mit akar Isten ezzel az emberrel? És ezt lássuk benne. Csodálatos dolgok fognak így történni az életünkben. És a gyakorlatias dolgokat, amiket említettem, nem hasonlítgatjuk magunkat másokkal, az alázatos ember. Tudsz és mersz kérni, ha alázatos vagy. Több hidat építesz, mint falat, ha alázatos vagy. Többet hallgatsz, mint beszélsz. Szolgálsz másoknak és ünnepled velük együtt az ő sikereit. Lehetőségeid alatt élsz, és hálás vagy. Egy záró igét szeretnék olvasni Péter apostolnak első leveléből, amely így hangzik. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Az elején mondtam, hogy két lehetőségünk van. Az egyik az Úr Jézus útja, a másik pedig a világ útja, vagy a sátánnak az útja. Az Úr Jézus útja ugyanis alázatra, lehet, hogy megvetést, lehet akár, hogy halált, lehet, hogy veszteséget fog okozni nekünk. De a végén happy end lesz. A végén jó vége lesz. A végén azt olvassuk, hogy ha megalázkodunk Isten előtt, akkor ő felmagasztal minket. Ahogy az elején olvastam, ne várjuk azt, hogy Isten ellenálljon nekünk, drága testvéreim. Azt ne kívánjuk. Inkább arra vágyunk, hogy ő kegyelmet adjon, ahogy Jakab apostol írta, és a végén felmagasztaljon minket. Kívánom, hogy ez így legyen a mi életünkben. Hívom most a drága testvéreket, hívlak titeket, hogy imádkozzunk is ennek értelmében, kinek mit mutatott meg az Úr az ő igéjéből, ebből a tanításból, és így készüljünk is majd az úrvacsorai közösségre. Amen. Amen. Köszönöm neked, Istenem, hogy örömmel töltött el a te igéd az én szívemet. Hálát adok neked, Atyám, hogy megerősítetted bennem azt a tudatot, hogy szeretve vagyok, hogy kiválasztva vagyok, hogy enyém az örök élet, mert megváltva vagyok. Legyen éltálva a szeretemet. Amen. Amen. Emelkedjünk fel, testvérek, és most két éneket énekelhetünk az úrvacsorára készülve. Énekeljük ezt együtt közösen. Kérem a...
Nagyon ismert ének lesz az első ének. Előtte hadd mondjak néhány személyes dolgot. Az elmúlt hét elején nagyon megterhelődtem. Egy bizonyos dolog miatt csüggedést, haragot, elkeseredést, kiábrándultságot éreztem. Olyannyira, hogy fizikálisan is, szinte mintha ott lettek volna a terhek, a súlyok a vállamon. Nem menni alig bírtam. Érdekes volt, ilyet még nem igazán tapasztaltam. Kértem az Urat, hogy segítsen megbocsátani, de másnap, mikor fölébredtem, ugyanez jelentkezett rajtam. És tartott ez 3 napig, aztán a 3. nap délutánján el kellett mennem szülői értekezletre, az egyik kisfiam szülői értekezletére, és végignéztem a szülőtársaimon, és megakadt a tekintetem az egyik anyuka pulóverén. Mivel rajta volt egy felirat, és mindig kíváncsivá tesz, hogy mi az a tartalom, amit érdemesnek tartanak kitenni a ruházatra. És angolul volt, a magyar megfelelője, az első sorban azt írták, hogy félelem nélküli szív, alatta pedig, hogy soha ne add fel. És ahogy én ezt elolvastam, meggondoltam magam, hogy hát miért is adnám fel, tényleg Uram, hát olyan jó, hogy velünk vagy, hát nem kell ezt így gondolnom, ahogy eddig. És mintha lehultak volna azok a terhek, ahogy elkezdtem máshogy gondolkodni, és volt utána egy jó beszélgetésem, és Isten ezeket a terheket, súlyokat levette rólam, és éreztem fizikálisan is, hogy megkönnyebbültem. Úgyhogy Jézus Krisztus a láncokat le tudja rólunk törni, venni, sokszor olyan módokon, amiket nem is képzelnénk. Úgyhogy ne hordjunk fölösleges terheket, énekeljük ezt az éneket örömmel. Amen.
Köszönjük szépen az énekeket, jó volt ezeket énekelni, de a szövegére is figyelve, igét szeretnék olvasni, mielőtt az úrvacsorához folyamodunk. Pál levele a korintusiakhoz, a második levele. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Vannak olyan alkalmak, amikor nem egyszerű itt állni. Ez a mai egy kicsit olyan. Amikor szomorúság van akár saját életünkben, vagy akár azt látni, hogy a gyülekezetben valamilyen szomorúság van, az nem egy örömteli dolog. Bárki részéről, Valika részéről is hallottuk, tudom és tudjuk mások részéről is, vannak szomorú pillanatok, helyzetek az életben. Ezekre nem az a megoldás, hogy ezeket szőnyeg alá söpörjük, tegyünk úgy, mintha semmi nem történt volna, ünnepeljük Isten tiszteleteinket, evangelizációs alkalmainkat, énekeinket, nem beszélve az úrvacsoráról úgy, mintha semmi sem történt volna. Én szeretném mégis azt, ha bátorításként fognánk meg ezt az igét, amit most felolvastam, Isten szerinti szomorúság nem baj, ha van. Nem baj, ha van a saját életünkben néha olyan helyzet, olyan dolog, ami miatt megszomorodunk. Lehet, hogy olyankor kihagyunk egy vasárnapi alkalmat, nem jövünk el. Lehet, hogy olyankor nem tudunk olyan korlátlanul, árnyéktalanul odalépni a másikhoz szeretetben. Hadd mondjam azt, nem baj. A lényeg az, amit itt olvashatunk, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. És ha ez a vége, drága testvéreim, akkor nem veszítettünk semmit. Akkor lehet, hogy van egy völgyes időszak az életünkben, lehet, hogy valami megterhel, lehet, hogy valakik megterhelnek, akár ezen a közösségen belül egymást megbántottuk, egymáshoz nem úgy viszonyultunk, ahogy kellett volna, és ez megszomorít. Elárulom azt, és lehet, hogy tudjuk is ezt, Isten szent lelke is meg tud szomorodni. Azt ne várjuk meg. De amikor mi megszomorodunk, erre van megoldás. Istennek igében itt kapjuk erre a megoldást. Ha ez megtéréshez vezet, és ezért is volt jó ez a mai téma, ehhez nagyon-nagyon sok alázat szükséges, testvéreim. Nagyon sok alázat szükséges, hogy akkor, amikor én érzem magam áldozatnak, akkor, amikor én, és ezt mindenki magára mondhatja, most én érzem azt, hogy most én vagyok a legsértettebb. Velem történik a legnagyobb igazságtalanság. Lehet, hogy pont nekem van a legnagyobb szükségem arra, hogy megtérjek. És ez az Isten szerinti szomorúság egy megbánhatatlan megtérést szerezzen elsősorban nekem. Másodszorban mindenki másnak, és így végeredményben az egész gyülekezetnek. Tiszta szívből kívánom, hogy ez így legyen. Bátorítom a testvéreket, hogy beszélgessünk. Beszéljünk egymással, ez egy nagyon fontos része az ilyen helyzetek kezelésének. Ne tegyünk úgy, mintha nem történne semmi, de ne csináljunk belőle nagyobb drámát és katasztrófát, mint amekkora. Hanem kezeljük ezeket a dolgokat a megfelelő helyén, ha megszomorodtunk, fordítsa ezt Isten ezen a mai délelőttön, ami életünkben egy üdvösségre, egy örömteli, boldog életre. Én szeretnék most ezért imádkozni, mielőtt a javakhoz folyamodunk. Drága Úr Jézus Krisztusom, alázattal jövök most hozzád, és szeretném én megalázni magam, hogy nehogy te alázzál meg engem. Szeretnénk gyülekezetként is megalázkodni most előtted, hogy nehogy te alázzál meg minket. Nagyon köszönöm neked azokat a helyzeteket az életben, amikor felhőtlenül, boldogan, vidáman élhetjük életünket, közösségeinket, családjainkban, gyülekezetünkben. De köszönöm azokat a felhőket is, amelyek néha odaférköznek közénk és a nap közé, közénk és a boldogságunk forrása közé, és akkor megtanulunk egy picit szenvedni, és bárcsak lenne ez a szomorúság, egy olyan megtérésre vezető szomorúság mindannyiunknál, nálam is, drága testvéreimnél is, amely üdvösségre vezet, amely boldogsággal, békességgel tölti be utána a mi életünket.
Könyörgöm most, drága Úr Jézus Krisztusom, bocsánatért. Kérek és kérünk bocsánatot. Ami történt, ami életünkben az utóbbi napokban, hetekben, könyörülj rajtunk és bocsáss meg. Egyen-egyenként hadd tudjuk ezt eléd hozni, de szeretném most gyülekezetként is hozni eléd. Nem szeretnénk a te drága szent lelkedet elűzni, megszomorítani, Úr Jézusunk. Könyörülj rajtunk, kérlek, és formáld, munkáld az egységet a gyülekezetünkben. Hogyha meg is szomorodtunk, felállva, hozzád, rád tekintve üdvösséget nyerjünk. Köszönöm, hogy meghallgatod így imádságomat, és köszönöm azt, hogy így megáldod a gyülekezetet. Mindenkit egyen-egyenként, az ő helyzetében, az ő érzelmeivel, gondolataival. Hadd tudjunk most rád figyelni, hogy az igéből is hallhattuk előbb, az alázatos ember nem magával foglalkozik, hanem veled. És tudjuk, hogy akkor tőled csak jó jöhet, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Most gyülekezeti úrvacsorára készülünk, közösségre Istennel és egymással. Megszokott ígéket fogom felolvasni a korintusiakhoz írt levélből, kérem, hogy a gyülekezet ezt fennállva hallgassa meg. Majd a kenyérért kérem Szamos Völgyi Zoltán testvért imádkozni. 1 Korintus 11-ben így hangzik az ige, amit Pál apostol írt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg ezért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Imádkozzunk. Háladással állunk meg szent színed előtt, jó atyám. Megköszönöm a te nagy-nagy szeretetedet. Azt, atyám, hogy te az embernek mindig a jót akarod adni, mindig a javát szolgálni. Köszönjük, hogy a mai igébe is jót kínálsz nekünk, Jézus Krisztus igáját, hogy azt vegyük magunkra, atyám, mert aki ezt magára veszi, az lelkében megnyugvást nyer, az békét nyer, az örömöt nyer, a csendességet nyer, az alázatot nyer. Atyám, olyan jó, hogy kínálod a megváltottaknak, mert ez megerősít, ez felemel, ez tovább lendít. De köszönöm, hogy kínálod azoknak is, akik még nem döntöttek Krisztus mellett, mert ők is mindezt megkaphatják. Atyám, add, hogy hadd tudjuk mindnyájan ezt az igát választani. Köszönöm neked, hogy megállhatunk most itt a jegyek előtt, Jézus Krisztus halálára emlékezve. Az ő érdeméért állhatunk meg te előtted, atyám. Az ő érdeméért van nekünk életünk. Állunk, magasztalunk és dicsőítünk ezért. Az ő nevéért hallgassál meg. Amen. Amen.
Kérem a gyülekezetet újból fennállni, és Mészáros testvért kérem áldáskérő imádságra, pohárért imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy szereteted, szelítséged és alázatod a keresztván is megmutattad az értünk való halálban, az értünk való áldozatban. Kérlek, segíts, hogy ezt az áldozatot mi elfogadjuk, megérthessük, és hálásak legyünk érte. Amen. Amen.
Szerető Úr Jézusunk, köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyből most részt vehettünk ebben a közösségben. Hadd ne felejtsük ezt el soha, és azzal a szelídséggel tudjunk másokra odafigyelni, mások felé viszonyulni, ahogyan te viszonyulsz és viszonyultál hozzánk. Köszönjük, hogy így megerősítesz minket ebben. Amen. Meg a testvéreim, tudom, 11:30 elmúlt, bocsánatot kérek, nem mondom, hogy elnézést, hanem bocsánatot kérek, máskor igyekszünk egy picit korábban leszállást elkezdeni. Én javaslom és bátorítom a testvéreket, ha most énekeljük a záró énekünket fennállva, kéz a kézben, gondoljunk arra, amit előbb elmondtunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden gond megoldódik, minden probléma elszáll magától, de közelebb kerülünk így a megoldáshoz. Tegyük ezt őszinte szeretettel, testvéri közösségben énekeljük. Áldott legyen a frigy fennállva. Békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Megbékélő Isten szeretetével kívánok egy békés és áldott vasárnapot, az Úr közel. Jöjjön, Uram Jézus. Amen.